esti témánk egy rendhagyó webkonferencia téma lesz. Azt hiszem, hogy mindannyiunk nagy örömére fog szolgálni az a tudományos összefoglaló, amit Karesz készített, dr. Hannó Beck professzor könyve nyomán, amelynek címe a rák gyógyítható, alcíme pedig dr. Rikegert Hammer, a tudás elnyomás egy példája. Csak egy dolog van, ami erősebb a világ összes hadseregénél. Egy ötlet, aminek eljött az ideje. Jöjjön el hát a germán gyógytudomány ideje is, jöjjön el annak az időnek a kezdete, amikor már mindenki tudja, hogy igen, a rák gyógyítható, és mindannyian fogadjuk ezt a nagyon szépen tudományosan összefont csoport, illetve Hannó Beck professzortól, illetve a ma esti webkonferencia előadóját is nagy szeretettel köszöntök. Én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Előjáróban hadd mondjak pár szót, hogy ki is volt dr. Hannó Beck professzor, sajnos már róla is csak múlt időben tudunk beszélni. 1961-62-től 1988-ig vezette Bonnban a rajnai Friedrich Wilhelm Egyetem természettudomány történet szakát. Ez földrajztörténete, földrajztudományok története, utazástörténet, térképészet és tudomány elméletet fed valójában. A világon dr. Hannó Beck volt az első tudós, aki élethivatásaként tanította a földrajztudományi gondolkodás történetét. A történelemmel, különösen a tudománytörténelemmel szembeni önálló vitája során történelmi hazugságokkal és bosszantó demokratikus hibákkal szállt szembe. 1970 és 1972 között az életet tisztelő orvosok világszövetsége, német szövetségi köztársaságbeli csoportjának elnöke. 1982. szeptember és 1986. februárja között az Academica Cosmologica Nova védnöke, és 1973 óta a Humboldt Társaság kutatási hivatalának vezetője volt. Annó Beck megírta azt a könyvet, melynek címe a rák gyógyítható. Ezt a könyv egy 1992-es kiadvány, az alcíme dr. Rikegert Hammer, a tudás elnyomások példája. Úgy fogalmaz róla, hogy ez a sebkönyv dr. Hammer úr által megalkodott a rákot magyarázó rendszer érthető és teljes kontúrját hivatott bemutatni. Egy rendszer, ami érdekében dr. Hammer komoly erőfeszítéseket tett, és amelyeket nem csak a rákot, hanem az egész orvostudományt magába foglalja, hogy így számos olvasó képet alkothasson róla. Hannó Beck ebben a könyvében egy 120 évvel ezelőtti történetet ír le bevezetésképpen, hogy lássuk, hogy már akkor is a tudás elnyomás milyen módon működött, és hogyan akadályozta meg az új felfedezéseknek a terjedését. Hogyan állították falhoz a zseniális orvost Carl Ludwig Schleichet? A fiatal, joggal optimista, zseniális orvos dr. Med Carl Ludwig Schleich, aki 1858 és 1922 között élt, 1890-es évek körül fedezte fel, tehát 120 éve fedezte fel, bocsánat, 130 éve fedezte fel, és tette tudományosan próbára a helyi érzéstelenítést, infiltrációs érzéstelenítésnek is nevezzük, amely különösen hasznos eszköze az operációk emberibbé tételének. Ennek folytán már nem lett volna rá szükség, hogy a betegeket kisebb operációk esetén a káros, de akkoriban még általánosan használt kloroformmal a teljes testre kiterjedően érzéstelenítsék. Schleich
Kissé előre örülve újságolta a bölcs apjának, hogy a következő sebészeti konferencián nyilvánosságra hozza felfedezését. A nagyszerű apa, aki maga is magas tudományos fokozattal rendelkező orvos volt, meggyőződött fia állításainak helyességéről és biztos volt sikerében. Ő okos és bölcs ember volt, a legjobb apa, akit egy fiú kívánhatna magának. Viszont a kongresszusokat gyakran nem éppen toleráns és a kutatás élvonalában levő tudósok vezetik. A kongresszusok befolyásos vezetői gyakran saját kicsinyes elképzeléseiket képviselik olyan iskolákét, amelyek befolyásukat körömszakadtáig védik, és egyetlen millimétert sem hátrálnak meg, mert számukra ez túl gyakran nem az igazságról, hanem nézeteik fenntartásáról szól. A tudománynak kevésbé kellene a hatalomról szólnia, és sokkal inkább a tudásról, a megértésről, a bizonyításról, és orvosként elsősorban segíteni és gyógyítani kellene tudni. Jól felkészültem, és biztosnak érezze magát a dolgában jelent meg dr. Schleich 1892. áprilisában a berlini sebészkongresszus plénuma előtt. A kongresszus méltóság teljes elnöke konferálta fel az előadását. A 800 fős hallgatóság soraiban ott volt az édesapja, valamint sok kolléga és barát, akik már korábban meggyőződtek a módszer helytállóságáról és annak átütő erejű sikeréről. Schleich teljes lelki nyugalommal kezdte előadását. Nem sokkal ezután az elnök Adolf Heinrich von Baderleben többször nyugtalanul fészkelődni kezdett a széken is körbenézett. Máig ez a bosszankodás és az ezzel egyidejű konszenzus keresés szokásos gesztusa, vagy hasonlóan gondolkodókkal való kapcsolatfelvételre tett kísérlet. Schleich így zárta szavait. Így ezzel az ártalmatlan hatású szerrel a kezemben, eszmei, morális és büntetőjogi szempontból nem tartom megengedhetőnek, hogy a veszélyes narkózist ott alkalmazzuk, ahol ez a szer is elegendő lenne. Ekkor felháborodás moraja zúgott fel, amely majdnem ledöntött a lábamról, annyira meghökkentem, folytatta Schleich a beszámolóját. Baderleben sokáig hagytak megkondulni a harangokat, amint a morajlás kicsit alább hagyott, így szólt. Ha ilyen dolgokkal találjuk szemben magunkat, mint amelyeket az előadó befejező mondata tartalmaz, nyilván eltérhetünk attól a szokásunktól, hogy nem gyakorolunk kritikát, ezért kérdezem az egybegyülteket, meggyőződött-e bárki is az elénk tárt elmélet valódiságáról? Kérem, akkor tartsák fel a kezüket. Micsoda dupla, sőt, tripla rossz indulat. A drága elnök, aki Mózesre annyira hasonlított, mintha Michelangelo vésőivel faragták volna, az egész előadást annyiban hagyta, és demagógiai ügyességgel felháborodását egyáltalán nem saját, az új ismeretek miatti lázadásra vetette vissza, hanem a záró mondatra, amely szabályos hamisításra adott számára villányos lehetőséget, melyben aztán az egész terem, mint egy csapda, belesétált. Gyáván hallgattak, mert nem akartak szembeszállni a demagógiailag gerjesztett többségi állapottal. Egyszerűbb a rossz irányba, de az áramlattal tovább úszni, mind a mai napig. Helyesen nyilatkozott Schleich. Micsoda őrület szavazásra bocsájtani egy új felfedezés igaz vagy hamis voltát, egyetlen kéz sem emelkedett fel. A pódium elé léptem, azt akartam mondani, uraim, kérem, nézzék, bármikor be tudom bizonyítani, hogy állításom igaz, nem hazudtam, így szóltam, szót kérek, nem, mennydörgött az öreg Mózes mérgesen, villámokat szólva sűrű szemöldöke mögül. Ekkor megrántottam a vállamat és távoztam. Az újságokba utána az állt. A sértődő tudós megalázottan hagyta el a termet. Valóban, egy tudományos felfedezésről nem szavazni kell. Tudományos módon csak vitatkozni lehet, és a vitát az elnöknek engedélyeznie kellett volna. De pont ezt nem akarta. A tudós úgynevezett kollégák pedig elszalasztották a közbelépés utolsó lehetőségét is. Akkoriban viszont egyetlen tekintélyes személy sem állt mellém. Ezek az urak szégyenletes gyávasággal tagadták meg számomra a haladás lehetőségét,
akik az eladás reggelén még csodálkozva láttak nálam anesteziológiai operációkat. Mintha ott sem lettek volna. Tipikus kifogás. Ugyanakkor meg tudtam volna határozni mindegyik úgynevezett kollégám szerepét, amit a kivégzésemben elfoglaltak, anélkül, hogy a székükön megmozdultak volna. Nos, én mindent csendesen tűrtem. Volt egy csodálatos apám, aki azt mondta, hidd el nekem, Kár, akivel ekkora igazságtalanság történik, annak megspórolják a gondot, hogy magának kelljen megvédenie magát. Azt majd mások átvállalják helyetted. Dolgozz csak tovább, nyugodtan. Csak egyetlen konszenzus volt, egyetlen nagy tudományos egyetértés. Nem. Sokkal inkább egy összeesküvés zajlott dr. Karl Ludwig Schleich ellen, és tudományelméleti szempontból végre világosság kellett volna váljon, hogy a konszenzus fogalma nagyon gyakran nem mást jelent, mint összeesküvést, vagy konszenzust összeesküvés formájában. Itt már nem volt elég néhány barát támogatásáról tett tanúk bizonsága, hogy egy empirikusan bármikor bizonyítható állítást érvényesítsen. Még 10 évbe telt, amíg fordulat állt be, 10 évig bojkottálták az eljárást, amely betegek és balesetek áldozatainak ezreit menthette volna meg a fájdalomtól, amit ez Schleich páciensének egy része és néhány másik orvos is régóta tudta. És most jön dr. Rikegert Hammer esete. Az embernek kételkedni kezdene, amikor látja, hogy lehet a média és a szakemberek tudásával ismételten tudáselnyomást gyakorolni, amely az orvostörténészek következő generációját is foglalkoztatni fogja. Az ok itt is teljesen nyilvánvaló. Dr. Hammer mindenekelőtt hagyományos orvos, aki iskolái befejezése után érettségített, majd orvosi, fizikusi, evangélikus teológiai tanulmányokat folytatott, és 26 évesen diplomát szerzett. 25 évig dolgozott különböző német egyetemi klinikákon, részben a feleségével közös praxisban, aki szintén orvos volt. Sikerült néhány találmányt feltalálni, amelyek szokatlan képességeire engedtek következtetni, így például a plasztikai sebészek számára létrehozott atraumatikusan, vagyis vérzés nélkül vágó Hammer-szikét, amely a borotvak és 20-szoros élességével vág, egy speciális csontfűrész szintén a plasztikai sebészet számára, egy masszás ágyat, amely automatikusan a test körvonalaihoz alkalmazkodik, ezeket a találmányokat szabadalmaztatta. Főleg a Hammer-szike kapott nagy figyelmet, amely egy sebészeti kongresszuson és a megfelelő szakmai lapokban került bemutatásra. Nagyjából mint egy lekicsinyített körfűrész, még ráncos bőrön is egyenes és vérzés nélküli vágást tesz lehetővé. A szabadalmi szerződések olyan jövedelmet biztosítottak, hogy a család 1976-ban eljátszott a gondolattal, hogy véglegesen Olaszországba költözzenek, a pénzért való orvoslás üzletével teljesen felhagytak, és már csak ingyenesen kezeljenek betegeket, például Nápoly nyomornegyedeiben. Majd következett az 1978-as év, amely a 6-tagú család, 2 lány és 2 fiú további jövőjét alapvetően meghatározta. Ekkor már teljesen átköltöztek Rómába, a család az apa szabadalmi szerződéseinek lezárására várt. Az orosz trónirotos Viktor Emánuel végzetes lövésének és annak következményei. Dr. Hammer asszony 1978. augusztus 4-én, augusztusában 4 gyermekével szabadságra indult Szerbiára. A legidősebb lánya és fia Birk néhány barátjával hajókirándulásra indult onnan Cavallóba, egy Korzika előtt található szigetre. Miután már későre járt egy hajón, egy vihar látszott közeledni, és a két testvér úgy határozott, hogy több barátjukkal egy hajón fognak éjszakázni, amelyet egymáshoz kötöttek Cavallo kikötőjében. Hajnali 3-kor, amikor mindenki aludt, hirtelen 2 lövés hangja törte meg a csendet. Másodpercekkel később Birk támogott ki a kabinjából, és így kiáltott. Áó, áó, segítség, eltaláltak! Birket halálos találat érte, mint aztán ezt később kiderült.
De mi történt valójában? Az olasz trónörökös Vittorio Emanuel szintén Cavallóban tartózkodott. Több nagyon jó hangulatban lévő fiatallal egy közelebbi étteremben késő estig vacsoráztak, és sokat nevettek. Ez lehetett az oka, hogy a herceg a fejébe vett, hogy rajta csúfolkodnak, mert a királyi család háziorvosának fia, aki szintén orvos, ő is a fiatalok között volt. Talán azt hitte a herceg, hogy valamilyen orvosi családi titkokat beszélnek ki. A herceg nyilvánvalóan dühös volt, mivel a vacsora után egyedül vezetett haza, és egy háborús karabinát hozott. Hajnal 3-kor várta fel lármázva a fiatalokat, azzal az ügyjel, hogy a gumicsónakja eltűnt, amit valaki vélhetően gyanútlanul kölcsönvet, és a nagy hajóra vitt, hogy bosszút álljon rajta. Először az említett háziorvos unokája, maga is orvos, jött fel állomítosan a fedélzetre. A herceg karabinerének puskacsövével találta magát szemköz, aki két lövést adott le, amelynek, mivel a fiatalember lélek jelenlétének köszönhetően időben a földre vetette magát, ezek a golyók utat tévesztettek, és a hajót találták el, ahol az alvó birkát halálosan megsebesítették. A fiatal Dirk Hammer hosszú, fáradtságos utazás után a Heidelberg Egyetemi Kórházba szállították, ahol 3 hónapos halálosa és comb amputáció, illetve 19 operáció után 1978. december 7-én szerencsétlen apja karjaiban életét vesztette. A herceget a francia legfelsőbb bíróság elé állították, de a nyilvánosság előtt meglepően sok magasrangú támogató állt mellé. A háttérben többé-kevésbé egyértelműen az olasz P2 páholyneve lebegett, amelyet például a Frankfurter Allgemeine Zeitung is többször bűnösként mutatott be. Az esetet 14 évvel az esemény után sem tudták lezárni. A legfontosabb bűnjel a fegyvergolyó egy része, a szó legszorosabb értelmében, mint a Kampfhundtel a jogi igazságszolgáltatás útvesztőjében, a karabinert pedig ellopták a rendőrségi fegyvertárból. Csak 1990-ben került elő egy vélhetően hasonló modell. A sajtó minden esetre az ő oldalán állt, és majdnem úgy tűnt, hogy nem a gyilkos, hanem a meggyilkolt volt az oka mindennek. Hammer doktor, az apa, röviddel szeretett fia halála után herdedaganatos megbetegedést kapott, de ennek a fejleménynek a tettes környezetében csak örültek. A sok szabadalmi bejelentés következtében a tragikus esemény egy különösen kedvezőtlen pillanatban érte az apát. A családot legyőzte a fájdalom, az anya is megbetegedett. Soha többé nem hevertheti teljesen a fia elvesztését, és az akkor kezdődő a herceg befolyásos barátai által elindított üldöztetés. 1985-ben meggyötört szívvel halt meg. Az anya és fia közös méltósírhelyet kaptak a római temető külföldiek számára fenntartott részében a piramisnál. Ugye megjegyezzük, hogy Hammer doktor felesége szívinfarktusban halt meg, minek utána 5 daganatot sikeresen rendbehozott. 1981. júniusától dr. Hammer főorvosként dolgozott egy a Müncheni Egyetemhez tartozó rákklinikán. Az ellenfelei számára, akik kendőzetlenül és mindenre tekintet nélkül operáltak, úgy tűnt, minden a lehető legjobb módon történik. A rákklinika menedékhelynek tűnt röviddel, dr. Hammer biztos halála előtt. De a nagy ellenálló képességű és minden szenvedés ellenére gyógyulóban lévő dr. Hammer túlélte. Véleményem szerint sikeres, aktív teremtő gondolkodásának köszönhetően. A fia halála miatt is sok és a rákövetkező rákos megbetegedés elgondolkodtatták, hogy nem hasonló folyamatok játszódnak el más rákos betegek esetében is. Éjjel-nappal az említett ráklinika rákbetegeit faggatta és megállapította, hogy valóban így van.
Minden páciens be tudott számolni egy hasonló súlyoságú pszichés sok élményről, a lenyűgöző tapasztalat, hogy először talált meggyőző elméletet a rák kialakulásának okaira, segített legyőzni az őt ért sok hatást. 1981. októberében, október 4-én, 5-én a Rádió 1-en és a Bajor Televízióban először mutathatta be a rákról szóló elméletét. A rák kialakulási mechanizmusát először Birkhammer szindrómának nevezte el, mert a fia halála vezette el a betegség okának megtalálásához. Azóta, mondja dr. Hammer, az ellenségeim úgy vadásznak rám, mint a nyúlra a vadászmezőn. Dr. Rike Gerdhammer által megalkotott rákelmélet kronológiai kialakulásának sorrendje nagyon, de nagyon fontos. Nagyon fontos Hammer doktor felfedezésének, pontos időrendi sorrendjének a bemutatása, már csak azért is, mert a hamisítás folyamata már a szemünk előtt megkezdődött egyoldalúan, és groteszk módon előmozdítva a zseniális kutató rágalmazását. Nevezetesen egy olyan orvosról, mint dr. Hammer, a legértelmetlenebb módon megmondták orvosi működési engedélyét, majd amikor kereseti lehetőségeitől megfosztották, és az átlag polgár szemében annyira kirekesztetté vált, a legkülönfélébb másodvonalbeli és harmadrangú tudósok és orvosok, valamint a televízió megrendelt magasztaló szónokai annál könnyebben tudták meghurcolni. Végül is még ma is minden tudománynak megvannak a valódi vezető tudósai, akik semmit nem birtokolnak forrás megjelölés nélkül. Másrésztről minden disziplinának megvannak a kongresszusi küldöttei, nagyot mondói, akik gyakran csak a nyilvánosság előtt képviseltetik magukat. Az ilyen üres fejűek szívesen zsebelnek be mindent, amit csak tudnak. A tudás elnyomás hosszú története bizonyítja ezt. Így dr. Hammer tanítása után is hirtelen pszichoonkológiáról kezdtek beszélni, egy olyan rákgyógyítási módszerről, amely a lélekre koncentrál, akármit is értettek vagy értenek ez alatt. Erre a szóra, vagy ez már egy fogalom, csak a felfedező támaszthat igényt, mivel a felfedezés dr. Hammer után keletkezett. Úgy értem, ez nem más, mint a úgynevezett tudósok szemtelen reakciója, vagy egy kétes akadémiai álca nyomorúságos alkotása, amelyet azért találtak ki, hogy dr. Hammer tanítása érvényre juttatásának pillanatában használhassák, talán nem is azt jelezvén, mintha ez a gondolat mindig is itt volt, vagy itt lett volna, bárki tudja, hanem hogy így utaljanak rá, hogy ők ezt már rég tudták. A televízióban már hónapokkal azelőtt véletlenül láttam egy adást, írja a könyv szerzője, amelyben az amerikai orvoslás legutóbbi bölcsességeit sorolták. Míg a német média egyszerűen elnyomta dr. Hammert, a külföldi kollégáknak megengedett volt, hogy dr. Hammer elképzeléseit előadásaik 20%-ában saját kutatási eredményükként állítsák be. A televízió úgy hozta ezt le, mintha egyáltalán nem tudnák, miről van szó. Eltűrte egy tudós kifosztását. Így történik újra és újra a szemünk előtt, hogy egy kutatási eredményt másoktól átvesznek, és igényt tartanak rá, míg a valódi felfedezőt egy egymással együttműködő csoport sakban tartja, amelyről leginkább a félelmetes maffia szó jut eszünkbe. A rákvas törvénye egy empirikusan felfedezett biológiai törvényszerűség, amelyet 1992-ig 15.000 dr. Hammer által megvizsgált esetben kivétel nélkül bizonyítani lehetett. A rákvas törvénye így hangzik. Első kritérium. Minden rák vagy rákkal egyenértékű megbetegedés a Birkhammer szindrómával kezdődik, DHS. Vagyis egy nagyon súlyos, akut, dramatikus, izolatív konfliktus élmésokkal, amely a DHS pillanatában egy úgynevezett Hammeri gócot alakít ki az agyban, amelynek hatására a DHS létrejöttének pillanatától kezdve elindul a rákos növekedés, az a gyógyszertán. A második kritérium,
A konfliktus élménytartalom a DHS kialakulásának pillanatában meghatározza mind a hammeri volt, mind a rák, vagy a rákkal egyenértékű megbetegedés helyét a szerven. A harmadik kritérium a DHS konfliktus folyamatra korrelál a hammeri gúz változásának folyamatával az agyban, és a rákkal vagy a rákkal egyenértékű megbetegedéssel a szervben. Tehát, ahogy azt minden webkonferencián elmondtuk, ugye, a rákvas törvényéről, hogy a DHS az a Dirkheimer szindróma, fiáról elnevezett ismérv az, ami elindítja bennünk azt a biológiai választ, amit értelmes biológiai különprogramnak is nevezünk. Lényeg az, hogy mindig egy váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos, akut élmény sokról van szó, amit magányosan élünk meg. A szerzőt azt írja, hogy izolatív konfliktus, és benne ragadunk a konfliktusban. És történet lényege, hogy a lélek, agy, szerv tengelyen végig kísérhető minden. Minden a lélek agyszerv tengelyen történik. A CT képen követni lehet a folyamatot, az agyi relében végbe menő folyamatot, amelyekről már webkonferenciákat tartottam. Mind az agyvérzés, mind az agydaganatok című előadásban. A lényeg az, hogy a konfliktus folyamata korrelál a Hammeri-Gócz változásának folyamatával az agyban. És ez egy nagyon lényeges kérdés, hiszen a három meghatározó rész, a lélek, az agy és a szerv, ezek korrelálnak, együttműködnek. Tehát ha az egyiket ismerem, a másik kettőt ki tudom számítani, vagy meg tudom fejteni. Lehet CT-kép alapján kitalálni, hogy mi volt a konfliktus és hol a szervi válasz. Lehet a beteg megéléséből következtetni arra, hogy mi lesz a biológiai következmény, illetve a beteg a tüneteivel érkezik, és a tünetei alapján tudunk rákérdezni arra a konfliktus sok élményre, ami elindította benne az agy közvetítésével azt a szervi elváltozást, amivel jelentkezik. A lélek agyszervtengely felfedezése tehát, és az egésznek tudományos táblázatba való foglalása egy paradigmaváltást jelent a medicinában. Élménytartalom, a második kritériumban a konfliktus élménytartalom, a DHS kialakulásának pillanatában meghatározza mind a Hammeri-Gócz, mind a rák, vagy a rákkal egyenértékű megbetegedés helyét a szervben. Pontosan erre utal ez a mondat, ami talán egyszerűbb, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Mert az én megélésem fogja meghatározni azt, hogy hol lesz a Hammeri-Gócz, és mi lesz erre a szervi válasz, ahogy azt már az eddigi webkonferenciákban elmondtuk. 1981. októberében dr. Hammer felfedezéseit, mint habilitációs értekezést, a Dirkheimer szindróma és a rák vastörvénye nyújtotta be a Tübingeni Egyetemen, mivel hitt benne, hogy a felfedezés érvényesülése felgyorsítható, és mivel rendszerét gyorsan ellenőriztetni kellett, illetve jóvá kellett hagyatni, mivel annak helyessége újra és újra beigazolódott. Itt látjuk bal oldalt azt a 2000-ben újra kiadott könyvet, amit Hammer doktor 1981-ben beadott, mint habilitációs vizsgálatra. Aztán ezt kiegészítette 1994-ben a Celler dokumentációval, ahol a vesével kapcsolatos programokat írja le részletesen Hammer doktor. Nagy öröm számomra, hogy ezek a könyvek is a tulajdonomban vannak. Figyelemre méltó, folytatjuk a Hannobeck könyvét, figyelemre méltó az eltelt rendkívüli rövid idő, a fia 1978. december 7-i halála, és az első kutatási eredmények 81. október 4-5-i publikálása, valamint a habilitációs értekezés javaslatának beadása között
1981 ugyanazon hónapjában. A tudománytörténetben fordultak már elő hasonló megfigyelések. A zseniális probléma megoldás gondolati lépések sűrű egymás utánjával érhető el, amely később még nagy mértékben javítható. Körülbelül 200 esetet soroltak fel, amelyek igazolják a pszichés ok meglétét és befolyását a rákos megbetegedések kialakulására, de egyetlen esetet sem ellenőrizte. 1982. májusában a habilitációs értekezést rejtélyes körülmények között elutasították, többek között az olasz herceg ügyvédje volt a Tübingeni Egyetem ügyvédje is. 1986-ban a Tübingeni Egyetemet az egyik bíróság habilitációs eljárás folytatására kötelezte, amit ők mind a mai napig megtagadtak. A továbbiakban a RÁD dr. Hammer által felfedezett rendszerét mutatjuk be, amelyet ma egyszerűen germánygyógytudománynak neveznek, amelyek most az idő rövidsége miatt szándékosan viszonylag röviden mutatunk be. A különleges ebben az átfogó rendszerben az, hogy amint azt a szigorú természettudományos szabályok megköveteli, minden beteg esete pontosan reprodukálható ezen a biológiai törvényszerűségek alapján. Ez az első eset az orvostudomány történetében, hogy ennyire pontos tudományos rendszer jött létre. Az ember és az állatok szervezete három szinten, lélek, agy, szerv szinten szinkronban működik. Egy megbetegedés mindig az úgynevezett DHS-sel, azaz Dietkhammer szindrómával kezdődik. Az embert vagy állatot egy biológiai konfliktus sok éri. A betegség gyógyulása akkor kezdődik, ha a konfliktus lehetőség szerint a valóságban megoldódik. Azt az álláspontot, miszerint a rákot külső hatások, mondjuk rákeltő anyagok, dohányzás, azbeszt alakítják ki, újra és újra megpróbálták a nyilvánosság fejébe verni, de ez alapvetően hibás elgondolás. Az első biológiai természettörvényből kiderül tehát, hogy mi okozzuk önmagunknak a megbetegedését, de meg is gyógyulunk, hogyha ezt megengedjük. Ha megengedjük, hogy a testünk rendbe hozza önmagát, igen, de ehhez tudnunk kell, hogy a fel nem oldott érzelmi konfliktus vezetett ide, vagyis hogyha lezárom a napjaimat lelki békével, megbocsátok, elengedek, és megoldhatatlan dolgokat nem akarok megoldani, akkor lezárom békével a napjaimat, és nem viszem át a következő napra a konfliktusaimat. Nem alakulnak ki a krónikus betegségek. Ez jelenti az ember számára az érzelmi megoldást. Ilyenkor a sinek is feloldódnak, vagyis azok a körülmények, amelyek rögzültek a konfliktus pillanatában, már nem fognak krónikus betegségeket elindítani. Megtanulhatjuk feleslegessé tenni ezeket az érzelmi megrázkódtatásokat, és akkor meg se betegszünk, de ne feledjük, hogy minden tünet mögött egy fel nem oldott érzelmi konfliktus van, és azt is, hogy minden félelem egy újabb programot fog elindítani. A második természettörvényben Hammer doktor a két szakaszúságra hívja fel a figyelmet, vagyis hogy minden értelmes biológiai különprogramnak van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő szakasza. Amikor megtörténik a súlyos élmény becsapódása, a DHS, és nem oldjuk fel a történetet, hanem hetekig, hónapokig, akár évekig benne maradunk, az mind a konfliktus aktív szakaszt jelöli, kék színnel ábrázolja Hammer doktor. Nos, ez az időszak arról szól, hogy amire én érzelmileg nem találtam meg a választ, arra biológiailag igenis kapok egy segítséget. Ez alatt az idő alatt feszültek leszünk, idegesek, stresszes az életünk, emelkedik a vérnyomásunk, a pulzusszám, ha sokáig bennülünk a konfliktusba, akkor még a stresszhormonok szintje is megemelkedik, és természetesen nincs étvágyunk, nem táplálkozunk rendesen, lefogyunk, és ha éjjel elalszunk,
nagy nehezen, akkor könnyen fölébredünk. Amikor megoldódik a konfliktus, a KM itt a konfliktus megoldását jelenti, akkor jön a helyreállítás, vagyis mindazt, amit a biológián a konfliktus aktív szakaszban a túlélésemért tett, azt itt helyre fogja állítani, és ez mindig gyulladásos folyamatokkal jár. A gyulladás tüneteit jól ismerjük, a duzzanat, pirosság, fájdalom. Ez általános tünet és a helyi melegség, de természetesen benne van a láz, és benne van a fejfájás, mert ugye minden lélek agyszerv szinten zajlik, és ilyenkor az ödéma nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is megjelenik. Amikor a folyamat eljut az epileptoid krízisig, vagyis a megoldást követő fázis közepére, akkor ennek az a lényege, hogy megszűnik a fejfájás, mert kipréselődik a víz a hámeri gócból agyi szinten, kipréselődik szervi szinten is, és több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittünk. Ugyanakkor ez az egész biológiai programnak a legsúlyosabb része. Itt alakulhat ki szívinfarktus, szívmegállás, tüdődéma, mélyvénás trombózis, epekő, vesekő, görcsök, és a többi, és a többi. Ezután a szakasz után következik a heggesedési fázis, vagyis még mindig nagyon fáradtak leszünk, nagyon kifacsartak leszünk. Lehet, hogy a környezetünknek a segítségére szorulunk a gyógyulásban, de ne feledjük el, hogy itt 100%-kal folyik a gyógyulás. Ha a hegesedési fázist nem hagyjuk a véghez vinni, elakad a gyógyulásuk. Ezt úgy képzeljük el, hogy amit az exudatív fázisban, mondjam, ugye ebbe a vizes szakaszban, a szervezetünk elkezdett helyreállítani, itt a hegesedési fázisban lesz ez a folyamat befejezve és megerősítve. Ugyanakkor a kérdés csak az, hogy megengedjük, vagy nem engedjük, hogy megtörténjen. Ugyanis nem oldjuk fel érzelmileg mindazt, amit érzelmileg elindítottunk, akkor a DHS pillanatában rögzített körülmények biztosítani fogják a krónikus betegségeket, és természetesen az allergiákat is. Ugyanis ezek az allergiák, legyen szó bőr, légzőszervi vagy emésztőszervi allergiákról, ezek mindig a konfliktus körülményeire utalnak, tehát sokkal könnyebb megtalálni a konfliktust. De akit érdekel, az allergiákról is talál egy webkonferencia előadást. Ha nem oldjuk fel a konfliktust, az a biológia teljes lemerüléséhez vezet. Ezért nem szabad több konfliktust is elindítani, mert ez vezet oda, hogy mondjuk a daganatos beteg teljes mértékben le fog soványodni, csontsoványra, mert a rengeteg elindított program minden energiáját felőrli. De minden program mögött egy félelem áll. És a félelmet az egészségügyi ellátórendszer nem csillapítja, hanem még tovább fokozza. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy nem történt meg érzelmileg a megoldás, ezért amikor újra meg újra ritkán sínre kerülünk, újra meg újra végigfut az egész program konfliktus nélkül is már. Az utolsó megoldás, tehát az utolsó lefolyási lehetőség a függő gyógyulás. Ez azt jelenti, hogy a megoldási szakasz első részében még itt az exudatív fázisban akad el a gyógyulás folyamata, és ezek a gyakran ismétlődő kék szakaszok, ezek a gyakran ismétlődő sineket jelzik, és ezért jellemzően a gyulladás, a fájdalom lesz az, ami végigkíséri ezt az egész történetet. Pedig ha lezárnák a konfliktusainkat, akkor kérem szépen befejeződhetne a program. A második természettörvény alapján mindig tudhatjuk, hogy hol tartunk. Természetesen akkor, ha tudom, hogy mikor volt a DHS becsapódása, és mikor oldottam föl magát a konfliktust. Ennélkül a két adat nélkül nem tudunk a hámeri iránytűn tájékozódni. A tüneteinkért már nem kellene aggódni,
Ha valakinek begyulladt a lába, akkor tudja, hogy éppen gyógyul. Ha van egy epe vagy vesegörcse, akkor tudja, hogy a gyógyulás kellős közepén van, hiszen ez az epileptoid krízisre utal. De hát ilyenkor szoktunk orvoshoz szaladni. Tudjuk, hogy ha a fájdalom nem múlik, akkor viszont elakadt a gyógyulás, és sinem maradtunk. Tehát, mint mondtam, megfejthető, hogy mikor zárul le a program, de ehhez bíznunk kellene, és nem kéne a gyógyulási tünetek miatt újabb és újabb következmény konfliktusokat elindítani. Ha valakinek elakadt a gyógyulása, a Miért akadt el a gyógyulásunk című webkonferencia anyagból megtalálhatja, hogy hol akadt el. A harmadik természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy a biológiai válasz már a genetikailag belénk van rögzítve. Nem véletlenszerű, hogy hol lesz a sejtszinten szaporodás vagy sorvadás, ez teljesen egyértelműen ki fog derülni a három csiralemez származásából, a háromféle biológiai válasszal. Hiszen minden az egyetfejlődéstől függ, vagyis attól a 9 hónaptól, ami alatt kialakult a testünk az anyamében, és a sejtek szaporítása, a sejtek sorvadása, vagy a működés változás lesz az, ami megtörténhet a szervezetünkben. Ha konfliktus aktív szakaszban sejtet szaporítottunk, akkor természetes a felesleges sejteket lebontjuk a megoldási szakaszban, mert egyetlen sejtet se tartunk feleslegesen. Ha konfliktus aktív szakaszban sejtet sorvasztottunk, akkor azt vissza fogjuk építeni a megoldási szakaszban. És ha a konfliktus aktív szakaszban működést változtattunk, fékeztünk, akkor azt a működést visszaállítjuk a megoldási szakaszban. Egy teljesen egyszerű, logikus rendszerről van szó. Tehát ez a három történet zajlik a szervezetünkben, bármilyen úgynevezett betegséget is vizsgálunk, és az, hogy ez nem véletlenszerű, az pontosan a három csiralemezből való származásunk magyarázza meg. Hiszen mindannyian három csiralemezből alakítottuk ki a testünket. Hadd állítsa meg ezt a részt egy picit. Honnan vannak ezek a csíralemezeink? Amikor megtermékenyül ugye a petesejt, az elkezd osztódni. Nagyon gyorsan. Nevezhetnénk rákos daganatnak, de ebből gyerek lesz, ugye. És ez a sejtosztódás, ez a sejttömeg, amit szeder csíra állapotnak fogunk nevezni, ez beérkezik ugye a petefény vezeték külső harmadából a mély üregbe. Mielőtt megtörténne ennek a sejtnek, ennek a sok sejtnek a beágyazódása, átalakul, átszerveződik három csíralemezzé, és ennek látjuk a keresztmetszeti képét itt a kép bal oldalán, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva. Nos, ez a rajz Hammer doktor tollából tökéletesen bizonyítja, hogy minden sejtünk, minden szövetünk úgy nőtt ki a három csiralemezből, mint elültetett magból mondjuk valamilyen növénynek minden része, gyökere, szára, levele. A három szín a három csiralemezt jelzi, a sárga színnel a belső csiralemezt, vagy endoderma sejtjeit jelzi, ugyanakkor látható, hogy az ebből a csiralemezből származó sejteket mindig az agytörzsi idegi központok fogják irányítani. Ezek lesznek azok a szerveink, amelyek először sejtszaporulattal reagálnak konfliktus aktív szakaszban, majd lebontjuk a felesleges sejteket a megoldásban. Ide a falat konfliktusok tartoznak. Mert a szervezetünk számára minden falat, ami kell a túléléshez. Alapjában a túléléshez csak táplálékra, levegőre, vízre van szükségünk, meg még egy kis fényre, meg hangra. De átvitt értelmű szeretném megkapni programok is, mint falat konfliktust indítanak el, vagyis a biológiánk a tápcsatornában fog egy szövetszaporulatot elindítani. A külső csiralemez sejtjei az agykéreg irányítása alatt vannak, ektoderma sejtek tartoznak ide,
és amint a piros babán látjuk, az ektodermos sejtek a külső borítását hozzák létre a testünknek. Mindenki láthatja a bőrének a felszínét. Nos, ez a bőrfelszín ektodermális sejtekből épül fel, agyhéreg irányítja, és természetes, ezen a felszínen az elválasztási konfliktusaink fognak lezajlani, vagyis az, amikor nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől, ez mindig a bőr felszínét érinti. Itt viszont először sorvasztunk, és majd a megoldásban építjük vissza a sejtjeinket. Az agykérekhez a birtok konfliktusok is tartoznak, vagyis az agykéreg irányítja ezeket. Ezekről külön webkonferencia anyag található, nem részletezem. A narancssárga mező sejtjeit két idegi központ irányítja, amint látjuk a kisagy és a fehér állomány fölötte. A fehér állománynak ez a kifliszerű része, látjuk, hogy innen a nagyagyból hiányzik, tehát ide tartozik ez a narancssárga rész, ami itt az ektodermánál, az agykéregnél nincsen berajzolva. Most ide mindig az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusaink fognak becsapódni, ami mindig sorvadást, sejtszintű beolvadást, fekélyesedést fog elindítani sejtszinten. Ezek a sejtek azok a sejtek, amelyek a mozgáshoz kötődően alakultak ki, vagyis a csont, az izület, izom, erek és a kötőszövet, zsírszövet. Ezeket a sejteket tehát először sorvasztjuk tünetmentesen, majd a megoldásban fájdalommal fogjuk visszaépíteni például az ízületeinket. Végül a kisagy által irányított szöveteinknek az a feladata, hogy a vélt vagy valós támadástól védjenek meg minket. Nyilvánvaló, hogy akkor itt mindig sejt szaporulatot indítunk el, épp úgy, mint az alatta levő agytörzsben. Ezt a két részt ősagynak is nevezzük. Tehát a kisagyi irányítás alatt az irha sejtjeit találjuk, valamint a burkokat. Ezek fognak minden vélt vagy valós támadásra felszaporodni és megoldásban lebomlani. Az irha sejtjeihez tartozik a két emlőmirigy-mirigy állománya. Itt látjuk a jobb oldalon ennek a két reléjét, tehát az emlődaganat CT képén mindig a kisagyi szinten fogunk hámerigócot találni. Annak függvényében, hogy az illető jobbkezes vagy balkezes, illetve anyagyerek vagy partner oldali aggódása van valakinek. Mert a túl erős és túl sokáig tartó aggódás az, amit gondozási konfliktusnak nevezünk. A harmadik természettörvényből minden kiderül tudományosan és logikusan. És az is kiderül, hogy nem létezhetnek metasztázisok, mert az egy biológiai képtelenség. Nincsenek értelmetlen történetek a szervezetünkben, minden a túlélést szolgálja, egyedüli értelmetlen dolog az, hogy végsőig ragaszkodunk hibás elképzeléseinkhez, vagy hibás megoldási stratégiáinkhoz. A negyedik természettörvényben Hammer doktor a bennünk élő mikroorganizmusok szerepére hívja fel a figyelmet, és rámutat ugyanúgy, mint Antoine Béchamp annak idején, mikor vitatkozott Louis Pasteurrel, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok nem a betegség okozói, hanem annak következményei, azok a mi segítőink. Azért jelennek meg, és mindig a megoldási szakaszban jelennek meg, hogy helyre tegyék azt, amit mi a konfliktus aktív szakaszban hát elszabályoztunk. Tehát, ha felesleges sejteket építettünk a belső csiralemezhez tartozó szöveteinkben, akkor természetesen a felesleges sejteket a gombák és a gombabaktériumok fogják lebontani, ugyanúgy, mint a kisagy által irányított szövetekben. Vagyis a falat konfliktusok és a támadás, vélt vagy valós támadás és aggódással kapcsolatos konfliktusaink során, amikor mindig először sejtet építünk, a megoldásban megjelennek a gombák vagy a gombabaktériumok, és segítenek a felesleges sejtek lebontásában. Ne feledjük, hogy a felesleges sejtek lebontása
a nyirokszövetekbe történik, és a nyirokszövetekben nem áttétek vannak, hanem biológiai recikling, újrahasznosítás, mert semmit nem dobunk ki a kukába. Még az előregedett vörös vérsejteket is újrahasznosítja a szervezetünk, például epefesték lesz a benne levő hemoglobinból. Az új mezoderma sejtjei, vagy mondjam úgy konfliktusokként, az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusaink során, az elválasztási konfliktus, vagy birtokkonfliktusok során, amikor először lebontunk, aztán visszaépítünk, itt a baktériumok és a vírusok azok, akik segítkeznek a megoldási szakaszban, a gyulladásos folyamatok során visszaépíteni a hiányzó sejtjeinket. Tehát nem az ellenségeink. Nyilvánvaló, hogy számuk akkor lesz elképesztően nagy, nagyobb a szükségesnél, ha túl sokáig ültünk a konfliktusban, vagy ha folyamatosan elakad a gyógyulási szakaszon. De a programnak a feloldásával ezek az úgynevezett fertőzések is megoldódnak. Tehát érzelmileg kéne lezárjuk a történeteinket, és nem kéne kenőcsökkel kenegetnünk magunkat egy életen át. A humán papilloma vírus fertőzés csupán arról szól, hogy valaki a féltékenységben nagyon-nagyon elmélyebb. Amikor rájövünk, hogy a másik embert nem birtokolhatjuk, onnantól kezdve, ha nem vagyunk féltékenyek, akkor a mély nyakrák ki sem alakul. De ha megoldottuk magát a konfliktust, akkor a humán papilloma vírus is eltűnik. Én nem tudom, hogy féltékenységvel lehet-e oltást felfedezni. Az olcsóbb és egészségesebb eljárás, tehát többé nem jön vissza. Ezért mondom, ha megtanuljuk feleslegessé tenni a konfliktusainkat, akkor végre egészségesen élhetnénk. Az ötödik természettörvény az 94-ben lett leírva, tehát a könyv megírása után. A könyv megírásakor 92-ben még csak 4 természettörvényt ismert a világ. Ugye 94-ben Hammer doktor rájött a megértés törvényére, a quintesszenciára, és rámutatta arra, amit már egy 10 éves gyerek is tökéletesen meg tud figyelni, hogy minden, ami az élő világban van, az élni akar. Az élet a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, tehát nincsenek bennünk rossz indulatú, ismeretlen vagy gyógyíthatatlan betegségek. A biológiában nincs rossz indulat, csak az emberek fejében. A természet rögtön megoldást ad nekünk már a DHS pillanatában. A megélésem alapján, a saját megélésem alapján már elindul egy biológiai válasz sejtszintű szaporítással, sejtszintű sorvasztással, vagy működés változással. És ez helyre fog állni, ha megoldom a konfliktust. Csak a helyreállítási tüneteket, a gyógyulást magát addig kezeljük, míg a beteg meg nem gyógyul. Természetesen, ha tudjuk, hogy a program lefolyása hogyan zajlik le, akkor tudunk valós segítséget adni az embereknek a gyógyulásában. Tehát egy nagyon lényeges és fontos összefüggést mutatott meg Hammer doktor számunkra, mert hogyha csupán ebben az ötödik természettörvényben meg tudnánk nyugodni, akkor már nem esnénk pánikba. Akkor gyakorlatilag meg tudnánk engedni magunknak a gyógyulást, és ez lenne a leghatékonyabb megelőzés is a betegségek kapcsán, hogy ismerjük az öt biológiai természettörvényt. Tehát a konfliktusok, amiről szó volt, azok a falat konfliktusok, a táblázatnak a bal oldalán, a sárga mezőben látjuk. Itt a táblázatnak az alján vannak a sima izmokat érintő programok. Aztán jön a támadás, bemocskoltság, aggódás, itt van a narancssárga oszlopnak a felső részébe, majd innentől kezdődik az önleértékeléssel foglalkozó biológiai programok felsorolása lélek, agy, szerv szinten. A piros színnel jelzett oszlop az ektodermához tartozó programokat tartalmazza, vagyis az elválasztási és birtok konfliktusokat, vagy itt a táblázat alján azokat a
programokat találjuk, amelyek a működés változással kapcsolatosak, vagyis nem sejtet bontunk, nem sejtet építünk, hanem egy működést fékezünk meg átmenetileg. Például ilyen a cukorbetegség. Az öt természettörvény tehát egy olyan rendszert ad a kezünkbe, ami költséghatékony, ami megoldásorientált és megfelelő terapeuta segítségével a beteg meg fogja oldani a konfliktusait. De pontosan a beteg a legerősebb és a leggyengébb pont a germán gyógytudományban, mert ha ő meg akar gyógyulni, és megtesz ezért mindent, akkor tényleg meggyógyul. Ha viszont kényelmes számára a beteg szerep a családban, akkor ő nem akar meggyógyulni, és természetes folyamatosan panaszkodni fog. Tehát a germán gyógytudományt, ahogy a Számer doktor írta, orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Mindenki számára adott tehát a lehetőség a gyógyulásra, csak tisztázni kell az okokat, ebben tud segíteni a képzett orvos, és ha szükséges, akkor egy képzett pszichológus is segít a lelki megélések feloldásában. A következőkben három történetet ismertetünk még Hanubek könyvéből. Legyen az első Hugo meggyilkolása. A feleségem halála után még néhány napot a formalitások elintézése miatt a nyaralóhelyen töltöttünk, és utána utaztunk vissza Bombba. Néhány nap múlva esedékes volt egy fiatal francia páciens látogatása az édesanyjával és az édesanyja barátnőjével, hogy Dr. Hammer közelébe lehessenek, akinek tanácsára sürgősen szükségük volt. Mindketten középiskolai tanárnőként dolgoztak egy gimnáziumban. Amikor megérkeztek, a fiú már szinte halott volt. Már nem beszélt semmit, és csak bámult maga elé. Legalábbis én soha nem láttam másmilyennek. Egy magukkal hozott CT-t és egy tüdőről készült felvétel látán Dr. Hammer azonnal felállította a diagnózist. Akkoriban egyébként rövid időre ismét visszaadták az orvosi működési engedélyét. Gyorsan hivatott egy mentőt, és a gyermekklinikára utazott a pácienssel. A gyermek szívburkában vízgyülem lett, és ezt a felgyülemlett vizet le kellett csapolni. A klinika főorvosa meglepődött a diagnózis helyességén, ilyesmit nem gyakran volt meg. De a helyzet azonban megváltozott, amikor megtudta az orvos nevét, aki ezt a láthatóan halálra ítélt fiút odaszállította. Ezután nem történt semmi. További értékes órák teltek el, a beteg egyre inkább légszomban szenvedett, amikor egy pár nap múlva ismét a klinikára kellett szállítani. Ott egy fiatal energikus doktornő azt mondta az anyának a fiú jelenlétében, hogy a fia meg fog halni. De mivel a dr. Hammer által kért beavatkozást nem végezték el, megint napok teltek el feleslegesen, mivel senki sem állt készen a lecsapolásra. Dr. Hammer, akinek lakásán akkoriban rendőri razziát tartottak, hogy megállapítsák, kezelem és betegeket, tanácsomra minden dokumentumot, aminek elvételétől tartott, hozzám hozott át. Naponta tapasztalhattam, mit jelent a maffia által üldöztetés. Rögtön tudták, hogy tartózkodik Dr. Hammer. Különösen gyakori hívások sora érkezett egy másztai doktornőtől. Egyszer rákiabáltam, hogy hagyja már abba ezeket a hívásokat, mert ez a telefon privát, és kizárólag a sajátom, és hogy miatta már az akadémiai diákjaim és kollégáim is akadályoztatva vannak. Semmit sem segített. Addig hívott, amíg úgy tűnt, úgy gondolkodik, mint Dr. Hammer, és előrevetítette annak a lehetőségét, hogy az autóját baleset tudja érni.
Ugyanez, már többször megpróbálták dr. Hammerrel is végezni. A továbbiakban egyáltalán nem is szeretnék erről beszélni. A dr. Hammer által megalkotott a rákot magyarázó rendszer és egyre növekvő számú tagadhatatlan gyógyulási eredménnyel rendelkező esetek, páciensek, a hivatalok és a bíróság számára veszélyesebbnek tűntek, mint a mafiózók, a bankrablók és a terroristák. Mivel hamarosan ismételten nem praktizálhatott, mert nem akarta megtagadni a tanulót, ahogy szó szerint a bírósági ítéletben leírták, a legegyszerűbb és leghatékonyabb módon nyomták víz alá, anélkül, hogy ez egy bármilyen bíró, akinek a szociális és emberi következményeket is át kellett volna gondolnia, és hogy bármilyen bírót a legcsekélyebb mértékben érdekelt volna. Ó, boldog Galilei, milyen egyszerű is volt neked! Dr. Hammer minden egyes útján, jártában, kertében megfigyelték, anélkül, hogy maguk a megfigyelők részéről ennek valaha is bármi értelme is lett volna, mert ő sohasem cselekedett jogtalanul. Így jegyzőkönyveket írtak, táviratokat küldözgettek, és közleményeket adtak ki, például, hogy dr. Hammer 19 óra 10 perckor megérkezett Zürichbe vonattal, kiszállt, és egyfolytában ment. A néma adófizető kifakadt ezen a képtelenségen. A kínzás és az elnyomó módszer fejlődése megfelel a 20. század fejlődésének. Államilag engedélyezett tudáselnyomás a vita elrendelt megtagadásával. Nem a régi Szovjetunióban, hanem a német szövetségi köztársaságban. Újra és újra megpróbálták Dr. Hammert pszichiátriai klinikára zárni, mint ahogyan azt a régi Szovjetunióban és néhány demokráciában is megtörtént. Az egyik nap például éppen a főtáramból jöttem, és megláttam egy véletlenül nyitva hagyott ajtónál, ahogy a fiatal Hugo a konyhában lévő széken összeesett. Hugo meghalt? Nem. Meggyilkolták az elmulasztott segélynyújtás következtében. Ha egy túlhaladott, pánikot kiváltó beszéddel terhelt, rákos beteg természetes öngyógyító folyamata zavartalanul, örvendetes módon lezáródik, bizonyos esetekben sebészi segítségre van szükség, hogy a gyógyító erők által betokozódott cisztát ki tudja venni a testből. Úgy, mint szegény Hugo esetében, ilyenkor a beteg kezelőorvosa kénytelen a sebész segítségét igénybe venni. 1991-ben sokadik esetben történt, hogy egy Hugóhoz hasonló pácienst ide-oda küldözgettek, és egyetlen sebész sem akart segíteni. Ugyanakkor csak egy már betokozódott cisztát kellett volna kivenni a hasából. Így módon két dolgot érhettek el. Egyszerre vádolhatták dr. Hammert egy páciens haláláért, akinek dogmatikai okokból megtagadták a segítségnyújtást, és szidalmazhatták rendszerét. Még dr. Hammer egyik rokona is, aki orvos volt, szintén elutasította a pácienst, egy másik sebész pedig rövid úton az elfekvő osztályra vitette. Dr. Hammer rábírta a páciens feleségét, hogy hozza el a pácienst a klinikáról, ahol már egy hete morfiumozták. A hagyományos orvoslás minden előjelzése ellenére a páciens még ma is él. Dr. Hammer végül szerencsére talált egy sebészt, aki bizonyos szarkazmussal fogta meg a szikét, mert a Hammeri rendszer hatékony cáfolatában bízott. Később megtudták, hogy a klinikán fogadásokat kötöttek az operáció előtt, hogy nem fog sikerülni a műtét, de mégis sikerült. Ez a sebész is, mint már jó néhányan előtte, meglepetten állapította meg, hogy dr. Hammernek igaza volt. Egyáltalán nem az elvárt metasztázis találta, hanem egy 20 kg-os betokozódott cisztát. Megjegyzük, hogy Amerikában egyébként nemrégiben
40 kg-os cisztáról is beszámoltak. Következtetés. Egy további halál esetet sikerült üggyel bajjal megakadályozni. És az emberben felmerül a kérdés. Hány pácienst lehet egyáltalán még megmenteni a jövőben? És mindenek előtt hány emberéletet kell még a túlhaladott orvosi diktatúra hivatalosan támogatott bojkottja miatt önhatalmulag véget vetni? Addig, amíg olyan professzorok vannak, akik ilyetükben elszaladnak, egy ilyenről fogok beszámolni önöknek. Dr. Hammer CT felvételek sorozatát tűzte házam déli oldalának egyik napsütötte át ablakába. A legrégebbi CT egy páciens agyáról egy konfliktusos eseményre adott válaszreakciót mutatott, egy úgynevezett Hammeri gózot. A következő derültek ki. Ahogy én magam is hallhattam és láthattam, egy egyértelmű elhalványulás, amely a már megoldott konfliktus jele, míg az utolsó felvétel már az előre haladott gyógyulást mutatta. Mivel egy kölni professzor meg akarta vitatni Dr. Hammerrel egy ilyen CT sorozatot, úgy gondoltam, minél előbb oda kellene utaznia, és a kollégáját ezzel a sorozattal konfrontálnia, amely véleményem szerint különösen látványosan dokumentálták a jelenetet. Így történt tehát, hogy Dr. Hammer felkereste az ismert professzor, aki sajnos az egyetemi oktatótól függött. A professzor azt válaszolta, hogy készen áll, ha rendelkezésre bocsátanak, egy több darabból álló CT sorozatot ugyanarról a páciensről. Dr. Hammer már régen a kivetítőre rögzítette a felvételeket, hogy egyetlen másodperc sem menjen vesztendőbe, és azon nyomban feltegetésbe kezdett. Mivel egyáltalán nem lehetett másképp magyarázni, mint ahogyan az ő tette, és mivel a professzor nem mutatott ellenvéleményt, amelyre bármikor lehetősége lett volna, kellemetlenné vált a professzor számára a helyzet, amivel az egyetemi oktató alapvetően természetesen a nyílt vitát mellőzve más véleményen volt. Összefoglalva, kínos lett a helyzet. A professzornak válaszolnia kellett, és mit tett? Tisztelen nyugtalan lett, és mint mindenki, aki megzavarodik, tudattalanul a gallérdobjához kapott, izgatottan viselkedett, és sietősen kihangsúlyozta, hogy nagyon siet, mert van még egy időpontja, és csak futott és futott, és csak úgy égett a lába alaptalan, ahogy a katonák szokták mondani, nem alaptalanul. Véget ért a vita. Véget ért az akadémiai illendőség. Egy egyetemi oktató egyébként sem vitatkozott. Végül is, miért fizeti ki az anyaország az ilyen tudósokat, akik sem a hitük, sem a véleményük mellett nem állnak ki? És milyen gyakran fogták a tudósok korábban és később is menekülőre az igazság és az empirikusan bizonyítható előtt? Akadémiailag nem lehetett megtagadni a vitát, mert az szembe megy az egyetem erkölcsi törvényével. Végül is a tudomány nem más, mint az ismeretekről szóló vita egyformája. A valóságban azon túl gyakran nem más, mint a tudás elnyomás folyamatos formája, amit a felesküvő tudós társaságok szinte nagyobb erőfeszítéssel, kedvel és szeretettel végeznek, mint a tudásbővítés kötelességét. Ez a menekülés is a tudáselnyomás egyik formája, miközben a tudást elhallgató nyugodtan tér vissza akadémiai ártatlansága berkeibe. Ez a tudáselnyomás legjávább, legtudománytalanabb módja. Milyen lehet az ilyen embereknek, akiknek a rákövetkező előadáson hazudniuk kell a diákoknak, és adott körülmények között olyan dolgokat kell állítaniuk, amelyekről egyáltalán nincsenek meggyőződve,
csak azért, hogy ne veszítsék el a pozíciójukat, vagy pedig, hogy a leküzdhető nehézségek nyáspolgárilag elkerülhetők legyenek. Jobb követ törni és kenyéren is vízen élni, mint az ilyen akadémiai rossz gazdálkodás igájába hajtani a fejünket. Befejezésül Halmer doktor életéből még néhány adatot azért fel szeretnék sorolni, hogy tisztában legyünk, hogy mi történt vele. Ugye 1986. április 8-án bevonják a működési engedélyt, mert nem tagadja meg a felfedezését. 1997-98-ban 12 hónapot börtönben ül Németországban, mert praktizál. Mert nem tud nem segíteni a hozzáforduló embereken. Csupán tanácsot adott, és ezért börtönbe zárják. Majd 2004. szeptemberétől 2006. februáráig a francia börtönben ül Fleury-Mérogoyi, Európa legnagyobb börtöne Párizstól nem messze. Azon túl 75-ször kényszerpszichiátriai kezelés alá próbálták bevonni Hammer doktor. Mindezeket csak azért mondtuk el, hogy legyünk tisztában azzal, hogy micsoda fantasztikus felfedezése volt Hammer doktornak az öt biológiai természettörvény, és természetesen legyünk tisztában azzal, hogy az egészségünkért és a gyógyulásunkért csak és mi vagyunk felelősek. Mi tehetünk valamit azért, hogy megőrizzük az egészségünket, és mi döntünk mindig a tervezett orvosi beavatkozások elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. A germán gyógytudomány tehát rámutatta arra, hogy a betegségek nem az eddigi tényezőktől függnek, hanem a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásoktól. És kérdés, hogy hány ilyen programot indítunk el, mert ezek a programok a személyiségünket is, a hangulatváltozásainkat is meghatározzák. Ugyanakkor, ha feloldjuk ezeket a lelki érzelmi konfliktusokat, akkor mi fog történni? Nem a következményeket fogjuk egy életen át kezelni egy krónikus betegség kapcsán, hanem valóban meggyógyulunk. És ne feledjük, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány, hisz nem tudtak Hammer doktorral mit kezdeni, mert reprodukálható. Minden történet, amit ő elmondott, amit leírt, a élete végéig több mint 50 ezer feldolgozott eset története áll a birtokában, ezek mind reprodukálhatók. Vagyis máshol is ugyanúgy fog megtörténni, ha ugyanazok a körülmények állnak fent. Összehasonlíthatóak az egyes esetek, és mint mondtam, előrejelezhető maga a gyógyulás. Nincsen olyan, hogy egyesek meggyógyulnak, mások meg nem gyógyulnak meg, vagy egyeseknél ez lesz, vagy másoknál az lesz. A kérdés csak az, hogy mikor leszünk hajlandóak a Hammeri gyógytudomány szerint gondolkodni önmagunkról és a világunkról. Mert nem a statisztika és nem az állatkísérlet lesz az, ami meghatározza egy betegség lefolyásának a módját, vagy a beteg gyógyulását. Csupán attól függ, hogy logikus, mindenki által megtanulható rendszert megértjük, és feloldjuk-e érzelmileg mindazt, ami a mi feladatunk, vagy szenvedünk tovább tudományosan.